Emlékeztek a 14 éves önmagatokra? Emlékeztek például egy testnevelés órára? Az öltöző szagára? A tanárotok hangjára? Vagy az izzadság érzésére? Én épp az öltözőbe tartottam az egyik óra után, amikor a tanárom elhívott egy futóversenyre. Azt gondoltam, hogy ha előtte elmegyek egy edzésre, akkor jobb leszek, de valójában csak izomlázom lett. Aztán a versenyen azt se tudtam, hogy hogyan kell bemelegíteni, csak próbáltam utánozni a többieket, a rutinosabbakat. Kaptam kölcsön egy szöges cipőt, de az is életemben először volt a lábamon. Azt se tudtam, hogy lesz-e bevágás, vagy ki miért pályán kell futni. Igazából semmit nem tudtam a futásról. De a verseny mégis jól sikerült, és ami még fontosabb, örökre szerelmes lettem a futásba. Már több éve edzettem, amikor valaki megkérdezte tőlem, hogy mi a célom vele. És hirtelen csak annyit tudtam mondani, ami minden sportoló nagy álma, hogy majd valamikor szeretnék kijutni az olimpiára. Igen, de melyikre? Melyik versenyszámban? Kérdezett vissza. Ekkor gondolkodtam el először azon, hogy tényleg nem is tudom megfogalmazni. És le kellett üljek az edzőmmel, és végigvettük, hogy életkor és a kvalifikációs rendszer szempontjából melyik lehet reális. És így jött a 2012-es Londoni Olimpia és a maratoni táv, mint a nagy álom. Ezzel keltem, ezzel feküdtem öt karikás kép volt a számítógépen a háttérképen, öt karikás kép volt kiragasztva az öltöző szekrényemre. Profi futó akartam lenni. Amikor készülsz egy versenyre, akkor megszűnik minden más. Önző vagy, és csak magaddal foglalkozol. Edzés reggel, edzés este, edzés minden hétvégén, edzés ünnepnapokon is. Több hetes edzőtáborok, edzés nyáron a hőségben, edzés télen a hóban. Volt, hogy annyira kihajtottam magam, hogy csak ülni tudtam az zuhanyzóban a forró víz alatt. Többször lila lett a körmöm, vízes vérholyagok borították a lábomat. De ez mégis egy élvezetes fáradtság, hogy egyre többet, egyre gyorsabban tudsz futni, hogy legyőzöd önmagad, hogy egyé válsz a természettel, hogy megszűnik az idő és a külvilág. Sokszor éveket edzel csak azért, hogy néhány másodpercet, vagy hosszabb távon néhány percet javítsál és egy ilyen nagy utcai futóversenyen, ahol több tízezer ember indul, nem lehet sose tudni, hogy hol fogsz majd tudni parkolni, hogy hányan állnak majd sorban a nevezésnél, és én ezért mindig már előző nap elmentem, átvettem a rajtszámomat, fel is tettem a mezre, befűztem az időmérő csipet a cipőmbe, megnéztem azt is, hogy hol lehet majd melegíteni, és merre megy az útvonal. Emellett pedig fejben is felkészültem, és felépítettem a versenyeket elképzeltem előre azt, hogy milyen érzésekkel kell elinduljak ahhoz, hogy a teljes távra optimálisan be tudjam osztani az erőmet. Aztán az elején sűrűn nézegettem még az órámat, hogy meg tudjam, be tudjam lőni ezt a jó tempót, és ehhez mérten kerestem bolyt is, akikkel könnyebb együtt futni. Aztán gyakoroltam azt is, hogy a táv elején igazából csak város nézzek, egy pozitív belső beszédet alakítottam ki, a ritmusos, könnyed, lazafutásra koncentráltam. Elképzeltem előre azt is, hogy még fél távnál is tele vagyok energiával, és alig várom, hogy úgy igazán megindulhassak. És aztán gyakoroltam azt is, hogy ha jön a fáradtság, akkor is tudjak még erre a könnyed, laza, ritmusos futásra koncentrálni. Amikor eljön ez a pont, és elkezdesz savasodni, az egy ilyen szúró érzés az egész testben. Már nem tudod úgy emelni a térdedet. Leszakadsz a bolyról, vagy elfutnak melletted, és a végén már csak arra tudsz gondolni, hogy most már aztán tényleg minden csak valahogy érjek be. Viszont amikor minden összeáll, az olyan, mintha az angyalok tolnának. Egyszerűen tudod, hogy sikerül. És egy dolgot viszont másképp csinálnék, a siker megünneplését. Sokszor van, hogy kitűzöl egy célidőt a versenyre, és aztán menet közben annyira jól megy, hogy még fejebb módosítod. És a végén, hogyha ez nem jön össze, csak az eredetileg kitűzött cél, már nem is tudsz neki örülni. Én például csak egyszer jutalmaztam meg magam a futás során, akkor is két évvel később adtam oda magamnak az ajándékot. Ez egyébként egy oszián bakerit lemez volt. És erről az egyik szám refrénye a mai napig ott cseng a fülemben. Minden napon, míg létezem, mindig igaz legyen, érezzem, elhiggyem, érdemes küzdenem. A célomhoz vezető út közben viszont lediplomáztam, és a szüleim már nem tudtak tovább támogatni. Ott álltam, hogy van egy teljes állású munkám, a futás, de nem kapok érte fizetést. Mit tegyek? Addig egy védett sportolói virágban, egy burokban éltem. Nem éppen elég a pályán küzdeni? Jelentkeztem egy külföldi ösztöndíra, hogy majd ott jobb körülmények között tudok edzeni hogy majd rugalmas időbeosztású lesz, és mellette tudom folytatni a napi kétszeri edzéseket, de nem vettek fel. Újratervezés. tervezés. Pályáztam egy hazai ösztöndíjra is, de azt sem nyertem el. Újra tervezés. Elkezdtem rugalmas munkaidőben dolgozni, hogy ez majd jó megoldás lehet. De többször előfordult, hogy ültem egy megbeszélésen, ami elvileg ötig tartott, ki is számoltam, hogy akkor hatra hazaérek, gyors öltözés, fél héttől tudok edzeni. De ötkor sehol nem volt a megbeszélés vége, elkezdtem megint nézegetni az órámat, izgultam, feszült lettem, próbáltam magam nyugtatni, hogy na talán még így is beleférhet. De csak hétkor lett vége a megbeszélésnek, nyolc mire hazaértem, és hullafáradtan már nem volt erőm kimenni futni. Még kilenckor rávettem magam egy könnyed átmozgatásra, hogy legalább nem maradjon ki teljesen az edzés, de ez sem jelentett megoldást a problémámra. Újra tervezés. Megpróbáltam ismét a hazai ösztöndíjat, meg is kaptam később, de közben szigorították a kritériumokat, megduplázták a kötelező számokat, és ezért ez sem működött. Újra tervezés. Hát megpróbáltam átjelentkezni egy másik egyetemre, de nem vettek át. Újra tervezés. Elköltöztem vidékre, hogy ott majd jobb csapatban tudok edzeni, időt spórolok az utazásokon, de közben nem kaptam meg a megbeszélt munkát mellette. Ott álltam, hogy miért kaptam ezt, amikor annyira keményen dolgoztam érte, és annyira hittem benne. Fizikai fájdalmat kerestem a lelki fájdalom elnyomására. Volt, hogy csak azért mentem kifutni, hogy annyira elfáradjak, annyira kihajtsam magam, és annyira fájjon, hogy legalább néhány másodpercig ne erre a megoldatlan helyzetre koncentráljak. És közben jelzésértékű betegségek sorozatával is küzdöttem. Emlékszem arra a napra, amikor kiderült, hogy nem kapom meg a már többször említett hazai ösztöndíjat. Ugyanezen a napon értesítettek, hogy törölték a már befizetett melegégövi edzőtáboromat, ahová ráadásul először mentem volna, mert kitört a forradalom Tunéziában. Otthon ültem, és nem tudtam, mit kezdeni a helyzettel. És másnap úgy keltem fel, hogy az egész bal tiszta vörös volt. Először azt hittem, hogy ez csak egy allergiás kiütés, ittam egy káciumot, én nem is foglalkoztam vele komolyabban. Aztán a rákövetkező nap dió nagyságúra a és nem tudtam rendesen menni. Mint kiderült öfsömör, de az orvos elfelejtette mondani, hogy ezzel nem lehet edzeni, így újabb léptek fel. Antibiotikum, több hónapos gyógyszeres kezelés, három hónapot teljesen kihagytam, amikor életem legjobb formájában voltam. Egyszerűen képtelen voltam elfogadni ezt a helyzetet, elengedni az álmokat, a sérelmeket, és a szüleimet is hibáztattam, és nem beszéltem velük. És így nem maradt semmilyen alap, ahova visszanyúlhattam volna, amiből erőt meríthettem volna. Mint egy éhes szakács, aki egész nap főz, de csak előétel tehet, és még éhesebb lesz. Minden nap futhattam, de épp csak annyit, hogy még jobban hiányozzon. Tehetetlennek éreztem magam, lebilincselve a pálya szélére. Mindent a futásnak rendeltem arra. Barátokat, iskolát, párkapcsolatot azt éreztem, hogy elég. Segítséget kellett kérjek, és újra kellett tervezem az egész életemet. Talán hibáztam valahol, talán nem voltam elég tehetséges. De őszintén mindent megpróbáltam, és így tiszta lelki ismerettel léphettem tovább. Jártam pszichológushoz, dolgoztam együtt kócsa, kipróbáltam a hipnózist, de végül egy önismereti tréning adta meg a fordulópontot. Meg kellett értenem, hogy honnan jövök, és miért kaptam, milyen célra kaptam a futást. Az egyik nagypapám életét is a futás jelentette, csak a háborúban. És most a futás helyett sem kis cél tűztem ki magam elé, egy saját sportmenedzsment vállalkozást indítottam. A másik nagypapám pedig sportegyesületet vezetett, és ő volt a minta, hogy el tudjak indulni ezen az úton. El kellett döntenem, hogy élek, maradok, súlyom van a földön. Felállok, leporolom magam, túlteszem magam rajta, alkalmazkodok és tovább lépek. El kellett döntenem, hogy a sebzettség irányít, vagy a növekedés motivál. És a sportot úgy tudtam megtartani, hogy közben most versenyeket szervezek, sportszervezeteknek segítek üzleti értéket teremteni. A futás pedig újra kellett tervezzem. Ma már ez egészség, példamutatás, hogy jól érezzem magam. Nemrég találkoztam egy volt edzőtársammal, aki azt mondta, hogy csak azért kezdett el újra futni, mert látta, hogy én még mindig csinálom. Azok az ismerőseim, akik tizenéve éve őrültnek néztek, hogy hajnalba kimegyek edzeni, ma büszkén posztolják a Facebookon, hogy éppen hol hány kilométert futottak. És a másik oldalon pedig realizálódott bennem, hogy mennyi mindent tanultam én a sportból, amit kiválóan tudok most alkalmazni az üzleti életben. Megtanultam célokat kitűzni, pontosan megfogalmazni. Csak ma már ez azt jelenti, hogy árbevételt tervezek, hogy milyen irodám lesz, hány munkatársam, milyen szaktudással, milyen ügyfeleim lesznek. Mindent ugyanúgy pontosan leírtam, képekkel illusztráltam, és most ott lóg a szobám falán, hogy minden nap lássam. Megtanultam a felkészülést is. Hogyha megyek egy tárgyalásra, akkor már előző nap kivasolom az ingemet, megkötöm a nyakkendőmet. Utána nézek a tárgyalópartnernek, rákeresek az interneten, hogy minél több információt megtudjak róla, és ezt fel tudjam használni. Múltkor láttam is, hogy akivel találkozni fogok, már többször teljesítette a maratont. Egyből megvolt a közös téma, és így sinem ment a tárgyalás is. És végül megtanultam a siker megünneplését. A sikerben való fürdőzésnek időt hagyni. Igenis megünnepeltem a cégalapítást. Igenis megengedtem magamnak, hogy elutazzak egy jól sikerült projekt után pihenni. És a mai napot, ezt, hogy ti itt vagytok, hogy én itt előadhatok előttetek, ezt is szeretném megünnepelni. Mit jelent az, hogy elégedett? Gondolkodtatok már rajta? Elég edett. Az olimpia nem sikerült, ami valahol egy kudarc a számomra. Kudarc, de mit jelent ez valójában? Ennek köszönhetően tudtam szembenézni azzal, hogy az eredetileg kitűzött cél nem mindig valósítható meg, vagy csak más formában. Ha nem is sportolóként, de mehetek még számtalan olimpiára is. Ennek köszönhetően tudom azt is mérlegelni, hogy egy célért valóban megérje küzdeni, megérje megfizetni az árát. Mo Farah két aranyérmet is nyert a londoni olimpián hosszú távfutásban. De előfordult vele, hogy hazament, és nem ismerték meg a lányai, mert annyi időt töltött távol a családjától edzőtáborokban és versenyeken. Egy atléta edző azt mondta, a futás sokak számára csak értelmetlen időtöltés, amely ráadásul nagyon fárasztó is. De hogyha megtalálják a fáradtságon túl a szépséget és az értelmet, akkor talán egy másik értelmet lennek tűnő időtöltésben is megfogják, az életben. És hogyha most itt állna mellettem a 14 éves önmagam, és a mai eszemmel üzenhetnék neki, akkor azt mondanám, hogy az értelmes küzdelmet találd meg. Mégpedig úgy, hogy ne a másodperceket, ne a teljesítményt hajszold, hanem a szépséget keresd. Köszönöm. Vamos